lehet itt nagyon sírni. Hát nagyon óvatosan, egy kisebb vagyonhoz jutottam. Ha! És megláttam, hogy 147 a dinnye az Aldiba. Úgyhogy gyerekek még mosták a lovakat, beugrottam gyorsan benzin, kocsiba gázolaj valamennyi, és mondom, elugrok ehhez az olcsó dinnyéhez. Úgyhogy bevásároltam, mondtam a hölgynek, hogy 30 000 forint van nálam, ugye ez két hétre volt elrakva, csak addig számoljon. Na, megmondom mindjárt, egy ilyen WC papírt vettem 4 dinnyét, vettem a gyerekeknek, magamnak tejfölt, 2-t, vettem ilyen joghurtot, akkor egy tejfölt vettem ilyen kafét, borotválkoznom kell, már őrület, amit akármi, meg egy-kettőt még a kicsiknek, meg egy öblítőt. Meg kell, hogy mondjam, borotvák is azért nem olcsók, egyebek. Szerintem, hát reális a mostanihoz képest, mert semmiféle hús, semmi pékség, péksütemény, semmi lófene nem volt. Na mindegy, 15-öt fizettem ezekért a dolgokért, egy szót nem szólok, csak mondom. De engem nem érdekel. Dinnye kell. Kicsiknek kell azért valami. Öblítő kellett. Vettem 2 ilyen kefét. Borotvát, nem őrület, mivel borotvát. Szégyen, meg kell, hogy mondjam, szégyen. Versenycuccok, remélem. Na, mindegy, csak ezt így bemutattam, hogy 15 ezerből ezt megúsztam. De lehetett volna akármilyen, nem tudtam a dinnyéket kiszámolni. Többire kb-ban megvoltam, mert lófasz. Na jó.